Sziasztok! Hát azt hiszem, hogy nem túlzás azt állítani, hogy dübörög a nyár, úgyhogy mi másról is lehetne ilyenkor júliusban beszélgetni, mint a karácsonyról itt a 37 fokban. Bár egyébként most egészen felhős az ég, de azért még mindig szerintem bőven 35 fok környékén vagyunk. Szóval a lényeg az, hogy megvan az e-havi nyertes. Nagyon izgatott vagyok, megint egy olyan meglepetés lesz, amiről elvileg ő nem is tud. Nem közelre megyünk, úgyhogy izgalmas lesz, és először kell majd vonattal mennem, mert a Szabó Zolynak most nem lesz jó, szóval megint minden más lesz, mint ahogy eddig volt, de a szokásos dolgokat azért itt is el kell, hogy mondjam. Tudjátok, egy maximum 2 perces videó, amiben elmondjátok, hogy miért is szerettek gitározni, miért is szeretnétek megnyerni ezt a gitárt, illetve egy motivációs levél, amiben ugyanez, csak egy kicsit más, hogy mégis leírjátok. Ugye nekem csak ezek a dolgok állnak rendelkezésre, hogy megállapítsam, hogy ki legyen abban a hónapban a nyertes. Szóval próbáljátok meg minél részletesebben leírni ezeket a dolgokat, csak azért mondom, mert kapok olyan leveleket is, ami kb. 3 mondatból áll. Hát az alapján nagyon nehéz eldönteni, hogy te igazán szereted a gitározást. Bocsánat, csak itt kereszteződés. Szóval motivációs levél, maximum 2 perces videó, a minden hónap karácsonykukac.gmail.com címre kell elküldeni a jelentkezésedet minden hónap 1-től 10-ig. És ne felejtsétek el, hogy mások nevében is jelentkezhetek, illetve hogyha már jelentkeztetek, akkor jelentkezzetek újra, mert hát nagy valószínűsége az év vége felé közeledve azok közül fognak kikerülni a nyertesek, akik már mondjuk minél többször jelentkeztek decemberben, azok közül fogok választani, akik mind a 12 hónapban jelentkeztek, hogyha lesz ilyen természetesen. Szóval a szokásos menetem kezdődik, megyek az Árkádiába, felveszem a gitárt, megyek Kovács Tomihoz, beállítja a gitárt, megyek Kovács Tomihoz megint elhozni a gitárt, illetve az Árkádiából a maradék kis cuccokat, erősítőt, pántot, bengetőt, pólót, stb. Úgyhogy hosszú út áll még előttem. Gyerekek! Ja, hogyha tehetitek, akkor támogassátok ezt a kezdeményezést a Patreon oldalamon. Egyébként meg köszi, hogyha megnézitek a videót, és segítetek egy lájkkal, vagy egy megosztással, vagy egy feliratkozással, vagy bárhogy, ahogy tudtok. Úgyhogy indulok is az Árkádiába. Csőzetek! Erzsébet körút 22, 5-ös csengő. Ja, ez még nem az, ez az. Ha már nincs tőlem messzi az Árkádia, sikerült leizzadnom totális mértékben, úgyhogy mindenkitől elnézést kérek, hogy majd, ha csurog rólam a víz, a lényeg, hogy itt vagyok, és remélem, hogy várnak. Na, de kellemesen megy itt a légkondicionálás. Jó munkát, kellemes hőmérsékletet itt. Csőzetek. Ó, mindenki itt van. Csőzetek. Csőzetek. Sziasztok. Hoztál hideget? Hoztam nektek egy kis meleget. Kinyitottam az arc. Nem baj, hogyha most elintézzük gyorsan a gitár átvétel? De hát nyugodtan maradjál. Zolikám, előkészítetted nekem a hangszert? Eltelt egy hónap. Eltelt egy hónap. Úristen! És itt vár a főhelyen, gyerekek. Hát ez ugyanaz, mint a múltkor, ez a 2024-es szín, ez a TUN. Nagyon jól néz ki még mindig. Gyerekek, tudjátok, a szokásos dumán ti már biztos unjátok, de nagyon szépen köszönöm a segítséget. Hogyha ilyen kedves emberektől szeretnétek hangszert vásárolni, akkor mindenféleképpen az Árkádiába gyertek, mert
Nagyon segítőkészek, és hát a te szöveget pedig minden hónap 1. és 10. között jelentkezett. Yes, today. Gyerekek, megyek a Kovács Tomihoz, itt az egész csapatnak nagyon szépen köszönöm az egész éves, hát 7 hónapos munkát, még hátra van 5 gitár, aztán megszabadultok tőlem. Reméljük nem. De Kovács Tomitól jelentkezem. Csőzetek! Köszönj az Olikán! Sziasztok! Nyilván nem megy a 4-es-6-os, úgyhogy gyalogoltam, totálisan levert a víz, mindenkitől elnézést kérek. Ömlik rólam, de hát remélem Tominál a pincében hidegebb lesz, tudjátok. Ezt is már 100-szor elmondtam. Lovag utca 6. Robogó. Piros vasajtó. Ablakok. És akkor simán itt be lehet nézegetni, és hogyha minden jól megy, akkor itt csavaroz éppen valamit a Tomi, remélem látszik. De majd mindjárt közelebbről is megmutatom. Pont vannak itt. Bocsánat, jó munkát, kamerával vagyok, nem kell megijedni. Tomi, bocsánat, itt... Mindig szólok, Jézus Krisztusom. Gyerekek, megvárjuk, amíg Tomi gyorsan itt összecsavarozza a hangszert, aztán gyorsan megmutatom neki is a gitárt. Összecsavarozta Tomi, itt már ömlik rólam a víz, remélem látszik, de úgy itt jó idő van. Itt? Téged akarlak mutatni. Megnézed a hangszert, Tomi, hogy van-e bármi különös. Milyen te hoztál? Hát egy Ibanezt képzeld. Hova tetted? Már is elsinkófáltad? Itt van. Képzeld el, hogy ez egy Ibanez AZS40. Nem lesz meglepetés, mert ugyanaz a szín, mint az a múlt havi. Igen, ez a TUN akármicsoda. Csak hogy... Az van, annyit csináltam meg, sem megkívántam ezt az AZ-t. Hát sokan vannak így, képzeld, bárki jött eddig és kipróbálta, annak mindnek nagyon tetszett. Ugye ez a te munkádat is nagyban dicséri. Mindenki örömmel próbálgatta. Jó, semmi változás a megszokotthoz képest. Annak örülünk. Az jó. Az jó. Hát Tomi, ez a gitár nekem nem soká kelleni fog. Aha. De majd mindjárt itt a kamerán kívül elmondom, hogy mikor, és ugye, még egyszer... Mindenki olyan türelmes, de te be vagy sózva, izgálda módon jössz. Igen, még egyszer nagyon szépen szeretném neked is megköszönni így az Árkádiások után, hogy részt veszel ebbe az egészbe és segíted ezt. Tényleg az egész nagy örömmel, Isten bizony. Projektet, úgyhogy ha kedves emberekkel szeretnétek itt találkozni, akkor, vagy kedves emberrel szeretnétek találkozni, akkor gyertek a Tomihoz. Hát ilyen segítőkész. Igen. Ez a szóra mindig javítom, hogy segítőkészek, nem kedves. De kedves is amúgy, úgyhogy jövök értem a jövő héten, és utána pedig megyünk tovább a messziségbe. Kapa lesz. Csőzetek. Közeledik a nagy nap, én pedig közeledek a Tomihoz. Most egy picit több időnk maradt, most van kedd 7:30, és csütörtökön reggel indulok. Vonattal most ugye, majd elmesélem a sztoriát annak is, vagy nem tudom, úgyhogy... Itt vagyunk a Tominál, ott dolgozik, nem tudom, hogy vannak-e most nála. Ó, de hát már elő van készítve itt nekem a hangszer. Nincs nyitva az ajtó, úgyhogy kopogok. Majdnem sikerült betörnem az üveget, Tomi. Megjöttünk a hangszerért, csőzetek! Ha még nem találkoztatok, akkor Tomi, Vivi. Szia, Vivi vagyok. Na. De szép kordbasszus gitár lett az Ibanezből. Igen, lapát. Jó nagy lapát. Menő. Hát állandóan csak dolgozol, Tomi. Ide hozzam? Mit? A gitárt. Ott van, mi? De tudom, azért kérdeztem, hogy megmutatod? Hogy milyen munkát végeztél? Szokásos szerintem minőség? Szerintem jó munkát végeztem, és ez nem terjesztem, mert jó lett és kész, és már mondom magam ismételgeti, de hogy tényleg nagyon jó lett. Jól ezen rajta is ragadtam például, amikor elkészült egy kicsikét. Igen? Aha.
Szoktam így néha rajta ragadni, emlékszem még ilyen, nem tudom, ilyen valamiért más kicsikét, és ez nagyon jó volt játszani rajta. Úgy. De királyság. Hát, kedves nyertes, elkészült neked is a Kovács Tomi által beállított Guitar Wellness csomagos gitárod. Csütörtök... akkor őt, ami által ajándéba kapott gitárod. Csütörtökön érkezünk hozzád, ugye ez neked meglepetés lesz, és ismét egy hölgy, na, úgyhogy nagyon izgalmas. Mindenkinek köszi szépen, hogyha jöttök a Tomihoz gitárt beállítatni, kérdezgetni tőle végtelen kérdéseket, de nem egyéb viccelek, de majd lesz egy ilyen... Erre mit lehet reagálni? Semmit? Lesz majd egy ilyen videónk, ahol majd a Tomitól ti kérdezgethettek. Jól mondom? Jó. Úgyhogy majd figyeljétek egyébként meg a YouTube oldalmat, meg a Facebookon, meg az Instagram, mindenhol ki lesz ez a videó, úgyhogy nem sokáig jövünk. Csőzetek! Két és fél óra volt, de itt vagyok Békés Csabán. Elvileg innen is megyünk még tovább, sőt, hát biztos is Nagy Szénásra, de minden jól megy, innen már lesz fuvarom, és itt várnak kint. Ja, csak lépcsőzés volt. Szétnézek, meg felhívom, hogyha nem látom. Tehát, hogy jó az idő. Semmi ismerős, de mindjárt telefonálok. Látlak. Jövök, cső. Megvagyunk. Nagy hirtelenbe is mutatom nektek a sztár vendéget. Jó, szia! Tibikém, 1000 éve, de örülök, hát, hogy láttak. Szavaztuk. Meg hát örülök, hogy épségben, egészségben vagy, igen, meg vagytok. De hál' Istennek a misiéket érte, és minden rendben van. Ja, jó, akkor az a lényeg. Segítesz itt az ajándékokkal. A hangszereket ide rakom. Hangszert. Meg hát a... Kis erősítő, így van. Meg... Sikítozni fog Nagy Ezt is berakod még valahova nekem, köszönöm. Hát... Nem veszed ki az ücsidet? Nem, már nincs benne. Nincsen. Elvileg akkor innen megyünk még Nagy Színásra, ami Színás. Mennyi idő az kb? Szerintem egy negyed óra 20 perc. Negyed óra 20 perc, és akkor onnan jövünk vissza. Úgy döntöttünk, hogy mégse útközben csináljuk meg a nagy bejelentést, hanem itt még a gyönyörű festői Békés Csabai vasútállomási környezetben. Ilyenkor még pár kérdést föl szoktam itt a sztár vendégeknek tenni, Tibikém. Te például emléksz... Milyen volt az út? Igen. Te például emlékszel, hogy mikor kaptad és hogyan az első gitárodat, illetve hogy kaptál-e már így meglepetésből hangszert? Kaptam meglepetésből is hangszert, igen. Az első gitáromat pedig ilyen...
kérlek szépen, 1985-ben volt. Ez és majdnem, itt, hogy tegnap itt, volt. Itt még működött az Univerzál, hát most is működik az Univerzál áruház, de volt egy hangszer, volt részlege, aha, és ott ki voltak téve a Squire-ek. Tudod, ezek a nagyfejesek, ja, az S20 szériás akkor volt, és volt mellett a német változata, a muzima, de ugyan, hogy én nagyon Blackmore-os meg Manfred-os, tudod, maga nem csak az, de azt ott meglátom nekem, 9500 forint, és akkor az átlagkereset volt, kérlek szépen, ilyen 5-6 ezer forint. És azt így a szüleimtől így kaptam, így először, de mint a hímes tojásra. Há, majd elkezdtem vadulni, és a fejet, hogy nekem milyen típusú hangszerre vágyom, így levágtam egyenesen, és ráírtam, hogy Jackson. Tudom, nem most éppen azt tetszett akkor, hogy Jackson. Utána lefestettem EVH-ra, minden színű volt az a gitárom, sárga, kék, csíkos, úgyhogy nagyon boldog voltam tőle. És ajándékoztál már hangszert? Ajándékoztam is többször is már hangszert. Gyerekek. Úgyhogy olyan is volt, hogy így nem feltétlenül azzal a szándékkal adtam oda, és aztán így aztán úgy marad. De nagy. Nem foglalkozott vele. Minden ez egy olyan nagyon-nagyon jó érzés szerintem, amikor hogyha meg nem feltétlenül arról szól szerintem, hogy most megszólalt ez valakinek attól is, amikor nem feltétlenül olyan tehető, és valaki nem egyszerűen szívből odaadja. És a másik meg, ami még fontosabb szerintem, mert nem kell ennek márkás hangszernek. Ja, lenni. Nem hogy, erről hogy, szól. Na, erre, persze. Hogy valamit adunk, és hogy a másik érezze, hogy váó, ez de jó érzés. Na hát akkor viszont most meg már jelentsük be a nyertest, a te tiszted az, hogy kimond a nyertes nevét, és akkor az e-havi nyertes pedig... A kis Jakab Nikolett nagycénáson. Yes, today! Kedves Niki, nem sok érkezünk hozzád, most még innen egy 15-20 perc állítólag úgy, ahogy a Tibi vezet, azt nem tudom, hogy... Nyáron is vannak, látod, Mikulások. Úgyhogy reméljük, hogy majd örülni fogsz neki, aztán mi sok szeretettel érkezünk hozzád nem soká. Ciao. Minden igaz, megérkeztünk, remek kis remélyük. Út volt. Zenéket hallgattunk, dumcsizgattunk, de hát ki kell szállnunk, mert... Magától nem adják át magukat az ajándékok. Segít ezt Tibikém kipakolnia. Ne viccelj, imádok rúdolni. Igen, ilyen jó dolgom van. Hozom a táskámat. Kis kutyuskács. Én pedig akkor telefonálok egyet, jó? Felhívom itt a kapcsolattartónkat. Harapos kutya. Igen, elvileg nem. Remélem. Ott hátul látunk egyet, igen. Jó, ő már lehet, az csak legyen. Hello, szia, megérkeztünk elvileg. Köszönöm, hello. Ó, hát itt... Már nagyon gyorsan kiértetek. Jó, kamerával jöttem, ha nem baj. Nem baj. Kutya miatt várom az ajtót. Húrodi Tamás, nagyon örülök. Itt van az ifjú hölgy. Sejt valamit? Hát nem tudom, mert elég rafinált. Rafinált? Lehet, hogy sejt valamit, csak nem mondja meg. De jó, nagyon jó. Az már jó jel, hogyha rafinált. De ha mindennel így van, akkor neked az nem jó. Mutasd az utat, kérlek. Igen, csak tudom, hogy te nem. Csak ne a lakásba engedd. Jó. Bár intézed? Intézem. Jó, akkor jövök előre, jó? Parancsoljatok. Miki! Szegény. Nem baj, egy kicsit fölmondnak magukról. Úristen, de megint. Hello, szia! Hoztunk volna neked egy kis meglepetést. Kórodi Tamás vagyok. Szia! Én meg Szabó Tűvő vagyok. És hát képzeld el, hogy itt a keresztapukád jelentkezett a minden hónap karácsony nyereményjátékra, és hát rád esett ebben a hónapban a választásunk, úgyhogy hoztunk neked egy csomó mindent itt a Tibivel, úgyhogy gyorsan itt még már egy picit itt gyertek a kamerába mindannyian, gyorsan itt összepakoljuk, mindenki persze, összepakoljuk a cuccokat a szobádban, aztán jövünk.
összeültünk itt a szobába, amiről kiderült, hogy ez nem is a te szobád, Niki. Nem, ez a keresztapám szobája, én ide csak feljárok. Ugye ő jelentkezett a nevedbe, igen, és igen. Akkor te tényleg nem tudtál semmit? Vagy azt mondták itt az ajtóban, hogy te nagyon ravasz vagy, és lehet, hogy már kifundáltad. Hát őszintén szóval én dolgoztam a héten, szóval sok időm meg energiám nem volt ezen gondolkozni, de nem igazán. Nem sejtettél semmit. Nem, hála jó Istennek. Mesélj egy picit magadról nekünk. Hány éves vagy, mit csinálsz, mit tanulsz, mióta gitározol, miért kezdtél el gitározni? Mennyi kérdés? Sok, igen, meg hát közben is majd még jönnek. Tibikém, te is ne tartsd vissza, most kellenek a kérdés. Kérdeztem, menjünk sorba. Hát én 17 éves vagyok, kamerában nézek egyébként. Nyugodtan, de rám is nézni. Jó, akkor inkább rám nézek. Jó. Én 17 éves vagyok, Székely Mihályban tanulok Szarvason, pincérnek tanulok, ez ilyen 5 éves képzés, érettségi is jár vele, meg szakma is, és hát igazából egyszer csak így jött egy sugallat, hogy én szeretnék gitározni. Mikor? Hát 14 évesen meghallgattam az első Moby Dick albumomat igazából. Oh yeah. Édesapám nagyon sokat hallgatta, és hát így valahogy így rám ragadt, így érdeklődtem utána, hogy hát mi is ez, meg hogy mit kellett hallgattál te régen, meg ilyesmi. Aha. Aztán igazából így meghallgattam, tökre tetszett, és mondom, de jó gitárszólók, meg ilyesmi. Aztán, az igen. Hát mondom, ez így érdekel. Igen, éreztem. Aztán így képbe jött a barátom is, aki elég régóta gitározik, mint én. Aha. És akkor mondtam neki, hogy hát itt az ideje, hogy vegyünk egy akusztikus gitárt, mondjuk, szépen összegyűjtöttem az ösztöndíjamból a pénzt, és akkor jött a karácsony, mondom, hát úgyis leárazások vannak, én veszek akkor itt egy akusztikus gitárt, úgyis láttam jó áron, aztán közbeszóltak édesanyám még, hogy de ne vegyél, nem kell neked, az nem kell. Aztán karácsonykor 23-ban megkaptam az első gitáromat, azért arról sem tudtam semmit igazából, csak így meglepett, hogy de miért ne vegyek gitár, aztán így... Te egy nagyon szerencsés kicsit, semmiről nem tudsz, és így az élettől kapod ezeket. Hát hálás vagyok érte őszintén, szóval eléggé. És akkor van akusztikus gitárod, amivel elkezdtél tanulgatni? Mégis nem akusztikus kaptam, hanem klasszikus gitár. Klasszikus, aha. Ugye a nylon húzsát. Igen. Mert ez a nehezebbik pár. Igen. Hát nekem azt mondták, hogy ezen a könnyebbik, igaz, eléggé fájtal az olyan, de hát... Hát az ujjaid alapján nem, ahogy látom, de nem tudom, ki tanácsolta neked. Hát ez egy őrült félreértés, ezt nem győzzük hangsúlyozni minden egyes pillanatban, hogy nem kell klasszikus gitárral kezdeni, azzal a gitárral kell kezdeni, amit szeretnél játszani. Úgyhogy hát tehát ilyen pokolgépeket, hát meg mobidikeket hallgatsz, akkor szerintem nem a klasszikus gitár a te pályád. És akkor így maradtál ezen a zenei vonalon, amit így, ami apukád elindított? Rockernek mondanám magam ilyesmit. De jó! Gyerekek! Nem igazán szeretem az ilyen klasszikus dolgokat, meg inkább ebbe a két dologba. Igen, ezeket a két együttest hallgatom, de általában nyitott vagyok dolgokra, a barátom szokott próbálkozni, nem mindig jön össze neki, de... Na jó, ez most félreérthető volt, ez lehet, hogy ezt vegyük fel! Jó, tehát akkor együttesekkel szokott... Ja, oké. Mondj egyet, amit mondott, és neked nem. Például az AC/DC nekem az egyáltalán nem jött be, sajnos, tudom, egy országvilágot meg fogunk bántani. Atya úristen! Nem fogsz megbántani. Hát figyelj, ez semmi probléma, sajnos persze. Az nem fekszik. Csak mint az AC/DC ilyen alapvetés, igen. És a bármilyen tábor, őket nem, tehát ilyet nem szokott mondani, hogy nem tetszik, hanem hát, nem annyira szoktam hallgatni. Tudom, tehát én ezt nyíltan most felvállalom, igazán. Gyerekem, ennyi. Hát. Tomika volt már ilyen? Hát, én most komolyan így visszalapozom. Abszolút. Nem tudom. De hát olyan biztos nem volt, aki az AC/DC-t szerintem nem szerette így az elmúlt. De figyelj, hát gyerekek, hát semmi. Csak abból készült. Semmi probléma. És hogyha mondjuk így... Föl is ismered, ha játszik valaki valami témát, hogy ez az-e vagy sem? Hogy értve, hogy téma? Mármint, hogy hát egy AC/DC. Nem. Kellene kimondani, de nem ismerem. Jó, akkor még nem hallod, nem biztos, hogy az összes AC/DC-t hallottad a világon. Slágereket nyilván, de hogy így a helyben nem meglöbbenek. Hogyha így nagyon őszinte akarsz lenni magaddal, akkor mondjuk el tudod képzelni azt, hogy te egy zenekarban gitározol pár év múlva, vagy bármilyen komolyabb dolgot a gitárral csinálsz? Őszintén szólva én nem tudnám magam elképzelni bandában, tehát hogy
tök jó lenne így összejárni barátokkal, zenélni, biztos vagyok benne, hogy nagyon élvezném, de nem tudnám magamnak ezt az életet úgy elképzelni. Hát figyelj, az annál... Az így jön így magától egyébként. Egyébként igen. És egyszer csak így valahogy elkezdett megszeretni, oda mennek hozzád, ez nagyon jó volt ez a koncert, és a többi, és a többi. De egyébként nem inspiráló, nincsenek női előadók, akik inspirálnak téged? Én nem igazán szoktam női előadókat hallgatni, vagy ilyesmi, vagy még nem is jött úgy szembe velem, aki... Uh-huh. Aki tehát a popból sem senki nem tetszik? Nem igazán. Billie Eilish-e szereted? El vagyok vele, csak nem tudok az a zenéivel azonosulni. Nekem nagyon melankólikus az a helyzet. Igen, de azért jó. Azért jó, persze. Ezt akartam mondani, hogy... Ő ilyen mólos. Ő nem. De hát alapvetően a hangszernek nem feltétlenül kell, az itthon is hatalmas örömet tud okozni mindenkinek, úgyhogy szerintem kezdjük is el akkor így az ajándékokat kibontani. Tibikém, hogyha segítenél benne, a hangszernek az kis első részének a tokjában vannak a kisebb dolgok, így egyesével, hogyha megtennéd, hogy kibontogatjuk őket, és akkor ami a kezed ügyébe akad, akkor segíts Nikinek, hogy ez micsoda. Ha föl akarod akasztani a gitárt, ez egy pánt. Hát a rock gitározás az állva történik. Szerintem bontsuk is ki, hogyha ki tudod. Persze, sőt. Hogy kell ezt szétékni? Ez az. Itt van a gitár tábla. Amit majd... Ah, itt van ez. Bizonyám. Faszta. Vagy te bontod ki? Hát szerintem nyugodtan segíts le. Ez ilyen szétékős. Állítólag itt nagyon harapok, úgyhogy ő is szétkapnál. Hogyha valamivel nem gyűlünk. Ehhez majd lehet, hogy egy ollót vagy egy valamit kérnénk. Köszönjük szépen. Itt már itt lehet, hogy az... Azt nem kell pont elvágni, amit most úgy tűnik, hogy el kéne, azt ne vágd el. Csak ebből bonts ki a papírból. Igen, és ott lesz majd rajta egy ilyen... Tép szép. Nyugodtan, persze. Nem is kell azt. Azokat el kell vágni. Igen. Azaz. Én nekem van még a kocsiban maradt valami, de azért kiszaladok. Majd kiszaladsz, persze. Ugye kábel nélkül nem működik az elektromos gitár, ez nem olyan, mint a klasszikus gitár. És érdemes vigyázni a kábelre, mert gyorsan tönkre tud menni, hát hogyha, igen, tapasztalom. Hogyha nem jól. Igen? Igen. Ez egy hangoló, hogy rá tudjál hangolódni mindenre is. Meg mindenki. Na ugye milyen jó. Ezt tudod használni ugye a klasszikus ezt gitárnál is. Ha nagyon kiabálnál a pároddal, akkor egy nagyon pirosan világít. Bele kéne raknunk az elemet. Itt van egy elem. Most belerakjuk. Ez eddig mindig nehézséget okozott. Most kíváncsi vagyok, hogy neked... Sikerülni fog-e? Aha. Nem oda kell, hanem a talpába van egy... Itt kell lehúzni, persze. Jó, bocsánat. Szét ne törd azért. És lefele? Hát szerintem lefele, igen, és jó erősen be kell nyom. Azaz. Hát akkor Tibikém, te megoldottad. Unióból kivonták a szivatót, nem? Most kijött az elem, és fordítva. Jó, így van. Nem jó az. Úgy, aha. Ez az. Micsoda, és akkor kapcsol be, amikor fölrakod a gitárnak a fejét. Ez automata, képzeld el. Hogyha az ujjadra rácsipteted, akkor bekapcsol. Úristen, hát ez még neki is ujjadra. Ez egy nagyon jó kis találmány. Hát akkor ezt majd lehet alkalmazni. Ez legyen itt a kezed ügyében. Tudod összefogni, hogy sem oké? Mi van még ott, Ibikém? Keresem szívem. Ezt nem mondjuk, hogy most itt fölett dárt, és kerülve fogjuk. Hát ha már így videóztak, akkor a lényegi parad. Igen, hát azt figyeltem, hogy a pokolgép. Povedz, hogyha ezt látja. Bizonyám. Remélem, Nagy Filászló is fogja látni. Bizonyám, szerintem tuti. Nézd, szerintem tök jó lett. Ez tökéletes. Szerintem ez teljesen nagyon jól néz ki. Ja, már itt ugye ez rendesen az enyém? Hát szerintem. Hát itt minden a tiéd. Ez a gitárnak ez a tremolókarja, ezzel meg lehet állítani. Azt majd a gitárnál, elvileg még egy kis pengető csomagnak is kéne lennie Tibikén benne ott elő, vagy kiesett, azaz. Itt van a pengetők. Úristen. Ezt is bontsuk így nyugodtan, mert ezt meg kell próbálni. Nagyon szerettem őket. Yes. Nemrég vásároltam Békéscsabán őket. Tényleg? Nagyon szeretem őket. Soha nem. Tehát nem az jön még Tibikém, de hogy is. Hát először az erősítő. Hát meg a gitárt azt azért a Niki bontsa ki még azért. Itt szeretem velem, hogy a gitár is. Na jó, hát erről szól ez az egész sorozat. Itt nem.
Segítsünk Tibikém az erősítővel. Hát ezt hoztuk neked aljiba, képzeld el. Itt minden a tiéd. Tehát, hogy az olló már... Sütét is sütöttünk csak közben. Azt mert megettem a vonatúton. Itt volt egy olló, Tibikém, ez, bocsánat. Köszönöm. És hát az lesz itt a teszt neked, ez már az első adás óta, hogy neked kell kiemelned az erősítőt a dobozból, hogy elbírjad. Hogyha mégis az vagy, hogy mész próbálni valahova, akkor azért ezt neked kell vinni. Nem nehéz szerencsére. Nem nehéz szerencsére, persze. Itt a kábele, amit itt áthámozunk. Ez egy szuper kis erősítő. Hát azt látom. Ezt elhozom minden. Itt már be is tudjuk majd ezt dugni, de elmagyarázod neked, neki, Tibikém, hogy melyik gomb micsoda? Nyilván ezt ott bedugod a kis konnektorba. Elérzékenyültem. Hála jó Istennek. Azt majd én itt megcsinálom nektek, addig ti nyugodtan nézzétek át a gombokat. Ez egy nagyon egyszerű kis erősítő. Nézd. Automatikusan bekapcsolod, kábel bedugod. Itt tudsz váltani, hogy clean, tiszta gitár hangszint akarsz, vagy pedig... Vagy heavy metalt. Vagy pofogép. És akkor itt van az EQ-ja, itt tudod a torzítás, meg hogy a clean-nek a jó. Ez pedig a kis EQ, hogy magas, ez pedig a hangja. Nincs túl gondolkozva, igen. Itt rá tudsz tenni zenét. Ide meg fülest így csatlakoztatni, hogyha nagyon ugatna a kutya, vagy így valaki mondaná, hogy gyere már kajálni, de te még gitározni, akkor igen, be akkor tudod dugni a fülest. Persze, persze. Hát, ne dugd be. Ne foglalkozz el, nyomni kell. Mi is nyomtuk be. A leghangosabban. Tűbörögtek a szomszédok, jött át mindenki, hogy legyünk már halkabbra. Jó az úgy. Jó, ennek elég biztos, hangos is. Egy kis rádió. Így van. Igen. Nagyon jó kis dizájn. Jól néz ki. Jó, ezt egy picit most így elrakom ide, mert hát jön a fő szereplő. Nem biztos, hogy én lenne még kétszer állok. És azt neked kéne kinyitni, nyilván a tok is a tiéd, tehát hogy tudjad horcibálni. Azért próbálom, nem? Ha már. Uratyám. Úristen, de szép. Iban ez is, hát nyilván hát gondolom. Hát persze. Lerakhatom most már? Persze, persze. Úristen, ez nagyon szép. Ez egy Iban, ez AZS 40, ez a... Nagyon jó kis széria. Ez a vadi új 2024-es szín, és hát tudtuk, hogy te egy ilyen rocker csaj vagy, úgyhogy nem egy rózsaszín gitárt választottunk. Hát, annak is örültem, de na ez a jó. Látod? Erről van. Na és akkor hát most jön a puding próbája, most a kábelt be kéne dugnod, fel kéne raknod a hevedert, lehet, hogy ebbe segítened kéne, mert ez egy picit nehézkesebb. Föl akarsz állni, vagy csak így ülve? Hát csak legyen a nyak üve, de attól még föl lehet venni a hevedert. Az lehet, hogy az hosszú lesz, úgy nem, Tibikém? Azért nem neked kell most beállítani. Hát akkor rövidebb lesz. Közben ilyen tesztkérdésekkel zavarnának, hogy a gitárhúrok nevei... Igen, ADGBA. Majdnem. Nem. Majdnem. Nem. Ha éről megyünk, mi a hat húrosnál éj a felső, éj az alsó. E-A-D-G-H-B. Hát maradjunk a H-nál. Maradjunk a H-nál, itt és E-A-D-G-H. Ez a legfontosabb dolog a világon, mert be se tudod hangolni a gitár. Tehát, hogy nehogy eltekerd már soha. De azért Ciránkus Anyi bácsi a Barbaróban voltak nagy tekergetett, igen. És ott nézd, le se tudtuk szedni bizonyos dolgait. Ez sajnos, ez itt annyira új még, hogy be kell járatni. Sikerült. Sikerült. Akkor a kábel vége? A kábel az itt van. Ez és is még a tremolót betekerjük. Tekerjük be a tremolót. Nyilván. Ezt is tekerd be. Így elkezded itt, és menetes. Úgy. Azaz, és az teljesen... Szépen be. Aha, pörgessed. Az olyan metálos. Ú, persze. Erről van szó. És amíg nem a barátom poppan. Miért pakolt össze, mert már megy el? Hát nem tudom. Neki nem buzóztunk, mikor egy kicsit családi. Igen. Végy csak a kábel, amikor új még, akkor látod, megvan ennek, hogy hogy. És mindig így is szedd össze. Látod? Megvan, hogy ez hogy hajlik ez a látod. Adja így magát. Igen. Látod így?
Te tudod, hát most mindenki, hogyha azért hát látunk már dolgokat. Látunk már, igen. Na, keresd meg, hogy hova az lehet. Az alján. Azaz. Én gitáromnak itt körül van. Ezt bedugod, vagy bedugjam? Bedughatom. Dugd be, Tibikém. Te? Oké. Kicsit bekapcsoljuk, és hát elvileg most tisztán így szólnod kéne. Rengető van már? Igen, van. Ó, hát itt lehet, hogy a hangolóra szükség lesz már kapásból, ahogy hallom. Így van, ez lesz az a mikrofon. Az a mikrofon, bocsánat, elmondítottam talán. De minden jó. Egy gyors hangolás. Hát az. Akkor ez melyik húr, amit... Figyelj csak, nem kell, a rezonán veszi magától, vedd le Némára ilyenkor, hogy csak a gitárt vegy, és nézd végig. Én nem kell egyet. Csak egyet, aha. Csak és nézed. Hát az D-re írja, úgyhogy ez föl kell. Ez meg sok lett. Aha. Figyeljed. Ha piros alatta van, az sárga fölötte van, és középen a jó. Azaz, nagyon jó. Úgy, és most mész az ára. Gyerekek. Atya úristen. Ez itt. Most jó. Azaz. Ha rám hallgatsz, akkor mindig inkább alulról éred el. Mindig enged vissza, és úgy fölfele húz. Ne fentről esd a... Azaz. És hát, gyerekek. És ilyenkor még egyszer gyorsan átszaladunk rajta. Igen, hogy... Képzeld ezt a hangszert is neked a Kovács Tomi beállította tökéletesen, mert azért az új gitárok sem mindig tökéletesen érkeznek a boltból, úgyhogy ez kapott egy ilyen gitár wellness csomagot. A fának egy ilyen kis mozgása. Elvileg. Nagyon szépen köszönöm. Most gitározzál, hát most jön a lényeg. Most poti föl. Aha. Ja, még egy átnézés, hát Tibikén, hát. Te nem szoktál, te egyszer behangolod, és akkor mehet a buli. De ez a gitár is be fog állni. Hát persze. Na. Le, abszolút. Magától kikapcsol. Egy idő után. Azt a maximumra csavarjuk. Aha, az. Itt az elosztást azt gondolom lát, ez a hangerő, ez a hangszíne, tudod, hogy le tudod venni, hogy ne olyan magas, ez a piköpöt, ez lefelezi. Nem, ez képzeld, de ez más. Ez teljesen más, mert így van normálisban, így van. Tehát a hagyományos. Tehát mindig hamba kell maradni. Nem tudom, de lehet, hogy ez teljesen más kombinációban. Az szerintem fenn van az Ibaneznek a honlapján, hogy még egészen más kombinációkat tudsz kihozni a pikapokból. Aha. Igen, ehhez nem jut hozzá konfigurációnál. Aha, itt. Látod? Igen. Humbucker, és itt összekapcsolta szerintem az elsőt, vagy a második. Valószínű, igen. Tehát ez lehet, hogy ilyen telecaster kapcsoló. Igaziból elrontani nem tudod, amikor mondjuk tisztán gitározol, akkor érdemes inkább ezeken a hangszedőkön, ugye ebben az állásban, amikor torzítva, akkor pedig ki lehet próbálni a többit is, de nincsen szabályára semmi, azt csinálsz, amit akarsz. Semmi szabály nincs. Bármilyen kis zene darabnak örülünk, hogyha eljátszol. Igen. Egy émolnak is nagyon örülünk. Hú, várjál, ne menj el a kamera elől. Bocsánat. Jövök veled. Ja, hát nem is tudom. Bármit. Akkordok. Na. Tessék! Itt megolázom. Nincs oda. Gyerekek. Atya úr is. Hát itt már kész. Na várjál akkor, és akkor legyen egy kis pokolgép szandú. Jó, neked. Hátra is. Nézzük, mehet. Hát ez a... Quintek. Yes. Nyomja. De mit? Hát bármit. Játszál szívem. Jó,
Gyerekek! Videón, rajtam keresztül is, videón keresztül is. Tibikém, kipróbálod te is azért a gitárt? Hát, hogyha már... Most fel van adva a lecke azért. Így is tudod, hogy picit visszaveszed, és akkor picit ilyen krátosodik, és így is nem kell látod teljesen. Hát mondjuk ez az erősít kicsit egy morc. Ja, abszolút, igen. Hát ez nem nagyon. Idefelé elmondanak a Tibi, hogy ő is szeretne egy ilyen gitárt, úgyhogy majd beszélhet a kollégával. Nyomkodod, most nyilván Tomika nem ehhez állít. Igen. Gitár, de ezzel is tud szóra. De indulnak a motorok. Igen. Metálos dolog. Tibikém, ha úgy tudom, akkor te is készültél egy kis meglepetéssel, ha jól tudom. Igen, jövök mindjárt. Addig, az a kocsiba, addig gyorsan itt még megbeszéljük a Nikivel a dolgokat. Ez egy álom? Igen, nem akarok felébredni. Hát most már pedig tiéd lesz az a hangszer. Képzeld, hogy Tibi is hozott neked kis meglepetést a saját, nem tudom én, főzőkonyhájából. Igaziból, itt most mi... Tartunk egy gyors szünetet, és aztán mindjárt jövünk vissza. Közben itt visszaérkezett Tibi, mert kihagyta a kocsiban a kis dolgokat, de hát olyan kedves kis zacskóba készítetted elő, mint tényleg, hogyha na, dadogok, karácsony lenne. Ez a 20 feldolgozó lemezünk, amilyen híres magyar énekesek éneklik meg. Hú, az nagyon jó lemez amúgy. Egészségedre. Csak gondolod, aláírom. Hát nyilván. Ez meg egy nagyon-nagyon fontos pengető az életemben. Amikor 50 éves voltam, a barátaim csináltak nekem egy pengetőt, 69-es vagyok, és hoztam neked ebből egyet. Köszönöm. Ez a signature. Éve, tele van még, tele pengetőket, színes pengetőkkel. Belenézhetek én is? Parancsolj. De nagy. Meg hoztam neked húrt is. Hát az a legfontosabb. Mivel lány vagy, 9-es húrt hoztam, ráírtam, hogy ne nyomja esetleg. De utána már, most már nem mondom, hogy bánom, hogy 9-es hoztam, hogy metálossal, mert a 10-est is bírnám. Hát ez szerintem 10-es, ami rajta van. 10-es, igen. Ami rajta van, de nagyon jó. Használd egész. Minden nagyon szépen köszönöm. Tényleg ez egy állam. Hát gyerekek, ez lett volna az e-havi minden hónap karácsony. Niki, remélem, hogy még nagyon sokáig nagyon szeretettel fogod használni a hangszert, meg hogy örömmel emlékszel majd erre a pillanatra. Köszi szépen, hogyha megnézitek, köszi szépen, hogyha támogatjátok a csatornát. Akár egy lájkkal, vagy a szuper lájkkal, vagy a Patreon oldalamon jövünk jövő hónapban is, és ne felejtsétek el, minden hónap elsőjétől 10-ig lehet jelentkezni a minden hónap karácsonykukac@gmail.com-on. 2 perces, maximum 2 perces videóval, illetve egy motivációs levéllel, és gyakorlatilag bárki nyerhet egy
ilyen csomagot, nem baj, ez a kamera már nem számít. Úgyhogy köszi szépen, hogyha itt voltatok. Niki a legboldogabb nyári karácsony, Tibikém, neked pedig ezer hála. Nekem óriási boldogság, hogy valaki ez eljön, és ennyire örül, úgyhogy Sziasztok, csőzetek! Sziasztok! Szia, Tomi! Pissakab Zoltán vagyok, majd Szénásról Békés megyéből. És a keresztlányomnak, Nikolettnek szeretnék nyerni egy gitárt. Ő 17 éves, jövőre fog érettségizni, felszolgálónak tanul. Ő kitűnő tanuló, körülbelül 1-1,5 éve kezdett el gitározni. Ő autodidakta módon, az internetről tanul, minden nap szorgalmasan gyakorol. Az első gitárját tőlem kapta karácsonyra, egy kis akusztikus gitárt. Rocker csaj. Ő fiatal kora ellenére olyan régi zenekarokat szeret, mint az Omen, Kokolgé, Bossian, Moby Dick. Kedvenc gitárosa a Nagy Villaci és a Smici. Hát elég szerény körülmények között élnek a szüleivel, de azért mindent megadnak neki, amit csak lehet. Ezért is szeretném neki megnyerni a gitárt, óriási örömet tudnánk neki szerezni, hogyha ő kapná. Előző hónapban már jelentkeztem, akkor nem sikerült. Most úgy gondoltam, hogy újra megpróbálom. Próba szerencse, hát ha sikerül a kis csajnak örömet okozni. Köszönöm szépen előre is. Szia, Tomi!